A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, ünnepelni jöttünk, hiszen nemrégiben zárult le a jazzma.hu közönségszavazása, és az év zongoristája elismerést, ami barátunk Bérces Viktor vehette át. Szervusz, gratulálok! Szervusz. Köszönöm szépen! Ezt gondolom, hogy abszolút megerősítést jelent. Hát nekem nem csak, hogy megerősítést, hanem nekem ez egy óriási meglepetés volt, mert olyan nevek vannak ezen a listán, hogy nagyon nagy megtiszteltetés ilyen művészek között ott lenni, jelen lenni. Igen, hát végignéztem én is a listát, az imént már elmeséltem, hogy megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen sok szavazat érkezett egyik oldalról, és jószerivel a zene valamennyi szegmensét felöleli ez a lista, tehát itt mindenki szerepelhet, és ráadásul az, hogy valaki közönségkedvenc, az nagyon-nagyon sokat nyom a labdban. Na, csak kimondtam. Kezdjük az elején talán egy kicsit. Azért vissza kell mennünk az időben, mert hogy egyik oldalról a jogászpályafutásodról, a tanári hitvallásodról kell, hogy szó essék értelemszerűen, de egy kicsit most az elején még foglalkozunk a zenével is. 5 éves korodhoz kell visszamennünk, hiszen a nagymamától kaptál egy hangszert, és azóta nincs megállás. Így van. Én teljesen autodidakta módon kezdtem el magam képezni. Én eredetileg én hegedűt tanultam, klasszikus zenét, de aztán ugye egyrészt a nagymamám révén kezdtem én kis szintetizátoron játszogatni otthon, meg aztán jött egy ominózus fellépés, ugye édesapám volt itt a ügyvédi kamarának a titkár, és mindig ők szervezték a jogászbált. És akkor a jogászbálon volt nekem itt Székesfehérváron az első fellépésem. Ez ilyen 8-9 éves koromban lehetett, szóval viszonylag fiatalon kerültem fel a színpadra, és hát aztán onnantól kezdve beszippantott ez az egész zenei pálya, és hát gyakorlatilag a mai napig is aktívan űzöm ezt, és hát sorba jöttek a zenekarok, előadók, és hát még tervezem is. Érdekes, hogy hegedülni tanultál. Igen. Tehát a szintetizátor, a billentyűs hangszer az csak úgy jött. Így van. És abban lettél profi. Igen, teljesen spontán jött. Én egyébként vallom azt, hogy a legjobb dolgok, amik történnek az ember életében, azok általában spontán alakulnak ki. És hát nyilván azért én is jártam tanárhoz, meg azért képeztem magam, amennyire lehet, de mindig egy picit a magam feje után mentem. Szóval engem nagyon nehezen tudtak befolyásolni, hogy milyen zenét érdemes hallgatni, mit kell gyakorolni, mennyire kell, miben kell napra késznek lenni. Én nagyjából azért mindig úgy tudtam, hogy mi az, amiben érdemes úgy belekezdeni. Egyetemű. Folytatjuk majd a zenével, de ha már spontaneitás, akkor valami az életedben nem spontaneitás, hiszen a jogász hivatás az nyilvánvaló, hogy eredeztethető édesapától Bérces László, aki egy remek ügyvéd, és azt hiszem, hogy példa és példakép a jogásztársadalomban is. Tehát akkor azt kérdezzem meg, bár erről már beszéltünk, de alap volt, hogy ezt a hivatást választod? Persze, hát ez nem volt kérdés. Az középiskolában is egyébként alapvetően engem azért a humán tárgyak érdekeltek, tehát a magyar meg a történelem, meg az teljesen egyértelmű volt, hogy folytatni kell úgymond a családi hagyományokat. De nálam ez a két dolog, ez mindig tökéletesen, szerintem legalábbis eddig teljesen jól kiegészítette egymást. Nyilván azért a zenei pályán életben maradni, azt hivatásszerűen csinálni, úgyhogy az ember tényleg a létfenntartását abból biztosítsa, azért az nagyon nehéz. Nem is vállalkoztam erre, de nem is akartam, megmondom őszintén. Tehát 7 nap, 1 hét. Így van, és ami nagyon fontos. És 24 óra. Így van. Hogy igazán, szerintem mindenkinek arra van ideje, amire szakít. Ez egy örök mondás. Tehát az, hogy nekem valamire nincs időm, olyan nincs. Viszont be kell osztani. Viszont van két hivatásod. Hogy lépdeltél a ranglétrán, hiszen most már egyetemi docensként jegyzed magad, sőt a tankönyveket is írod a Pázmányon. Melyik volt az alap, hogy a jogász pályát a tanárpályára, az egyetemi oktatópályára cseréled?
Hát nekem az egy nagyon fontos momentum volt, hogy elkezdtem publikálni, tehát jogi szakcikkeket írni, és azt figyeltem meg, hogy ezekre sokkal jobban felfigyel a szakma, tehát az elméleti dolgokra. És aztán megírtam egy-két jogi tankönyvet, nagyon elkezdtem élvezni az oktatást, a diákokkal való foglalatoskodást, és egyszerűen bent ragadtam az egyetemen, tehát a jogi pályán engem az elméleti rész, meg az oktatói rész, az most már sokkal jobban érdekel, mint a gyakorlati része. Tehát szakirányt is ennek tükrében választottál? Abszolút, persze. Ugye hát én a büntető jogi tanszéken tanítok, most már gyakorlatilag én viszek komplett tantárgyakat, én jegyzem a tankönyveket, én tartom az előadásokat, tehát nagyon élvezem ezt. És igazából az időmben, megmondom őszintén, így, hogy még a zene is jelen van az életemben, már nem nagyon férne bele az, hogy én mondjuk gyakorlati praxist is folytassam. Igen, hát ez rendkívüli felelősség. Tehát itt nem csak a szakcikkekről, hanem címzetes, illetve egyetemi docensként, ugye tantárgyfelelősként, önálló jogi katedrával rendelkező tanárként, igen, oktatóként. Hát összetett. Ez már egy szint. Mondhatni, igen. De egyébként édesapámon keresztül láttam azt, meg azért a környező barátaimon, kollégáimon keresztül, hogy egy ügyvédirodának a fenntartásra az egy hetes munkát ölel fel. Tehát amellett biztosan nem férne bele sem a zenélés, sem az oktatás, úgyhogy én igazán ezt a kettőt választottam. És szerintem egyébként jól döntöttem, tehát én jól érzem magam ebben a munkakörben. És hogy tanultál meg tanítani? Sehogy. Tehát szerintem azt nem lehet megtanulni. Tehát jó, nyilván van a pedagógiának valamiféle módszertana, de azért én színpadi ember voltam világéletemben, és én azért ellestem egy-két fogást, és nem is jogászoktól, énekesektől, műsorvezetőktől, konferenciéktől, hogy kell felvezetni egy órát, hogy kell adni egy ívet egy órának, hogy kell fönntartani folyamatosan a figyelmet, és ez nem jogi specifikus dolog. Világos. Ez egy teljesen komplex dolog. Megnéztem, hogy milyen véleménnyel vannak rólad a tanítványai, az remek dolog, viszont hát most már azért annyira nem, mert most bicsit bekeményítettünk a vizsgákon, de nem baj. Egyébként viszont szóba kerül-e egyáltalán, van-e arra idő és mód, hogy a zenész pályafutásodról megkérdezzenek adott esetben? Hát van, de én ezeket nem szeretem keverni. Tehát én nem viszem be az egyetemre az én zenész munkámat, nyilván azért tudnak róla a diákok, de még véletlenül se hozom szóba az órán ezeket, mert nem akarom egyrészt komolytalanná tenni az órákat, meg ez a két dolog, ez semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Tehát ez az olaj, a másik az víz, úgyhogy nem szabad. Azért van olyan kollégád, aki figyelemmel kíséri a zenei pályafutásodat? Hát hogyne, persze. Például volt ez a verseny is, ugye, aminek az apropója most, hát lényegében itt vagyok, és rengetegen szavaztak rám, kollégák is, barátaim is, tehát hogy ez egy közösség, és nagyon örülök annak, hogy ők abszolút pozitívan állnak ezekhez a dolgokhoz. No, akkor megérkeztünk a zenéhez. Melyik volt az az első pillanat, amikor azt mondtad, hogy ez most már tiéd, nem csak a hangszer, hanem a műfaj is, az ügyvédi kamara után nyilvánvaló? Hát én egy fehérvári zenekarban kezdtem el játszani, a Mentol együttesben, és tulajdonképpen ez határozta meg leginkább az én stílusomat egy hosszú időre. Ez a rock and roll volt. Én imádtam a Hungáriát, a Komár Lászlót, és én ebbe a világban nőttem bele. Tehát nekem a jazz az sokkal később jött. És aztán ugye bekerültem a Sárga Taxi zenekarba, játszottunk nagyon sokat a Komár Lacival, a Fenyővel is volt alkalmam, és aztán innen szépen elkezdtem kicsit elkanyarodni más irányokba, ugye jött a Tóth Vera, a Charlie, stb. Igen. És aztán ennek lett a vége, úgymond a jazz, hogy most már a saját zenémet írom. Most már van saját zene is, meg igen, zenekar is, de egy kicsit beszéljünk azokról a sztárokról, hiszen mi is tanúi voltunk itt a Királyi Napok keretein belül hosszú-hosszú évekig, amíg még a belváros szinte meg se lehetett mozdulni a különböző színpadoktól, hogy óriási elismerés kísérte, és nagyon sokat beszélgettünk azokkal is, akikkel játszottál, és mindenki elismeréssel nyilatkozott erről. Hogy lehet kézről kézre adnak, illetve adnak? Hát, örülök. Tehát amikor mondtad, hogy Charlie, Somló Tamás, mindenki, James, Komárék, nagyon sok ilyen, ők választottak, vagy eljött az az idő, amikor már te is választhattál? Ez úgy indult, hogy én bekerültem egy nagyon
neves session zenekarban Magyarországon, ez Abrak az Abra nevet viselte, és ők már akkor nagyon sok előadót kísértek. És én nagyon, hát hogy mondjam, szóval azért kemény munkával, meg sok gyakorlással benne tudtam maradni ebben a zenekarban. Nagyon nehéz volt ott benn maradni, mert ott nagyon tényleg nagyon komoly zenészek voltak, és ott napra készen minden előadónak a műsorát meg kellett tanulni. Tehát ezt ott ki kellett állni a tudáspróbát, hogyha úgy tetszik. És hát úgy tűnik, hogy sikerült kiállni, mert azóta egyébként engem ezek az előadók elhívnak a saját produkcióikba is játszani, aminek nagyon örülök. És én ezen a zenekaron keresztül ismertem meg a Charlie-t, a Somló Tamást, a James-t, és én azóta is, akivel lehet és tudok, megyek játszani, és nagyon, nagyon örülök, hogy nekünk még sikerült elkapni ezt az utolsó nagy generációt, és mi meg tudtunk velük egy színpadon lenni, mert ezt már nagyon kevesen mondhatják el magukról. Ez óriási megerősítés lehet, hiszen ha visszagondolunk, akkor akiket mondtál, és persze kiegészíthető jó néhány névvel, ezek valóban az utolsó olyan generáció, akiket mi még megismerhettünk. Igen, az utolsó mohikának. És hála Istennek végig kísérhettük a pályafutásukat. Tehát Charlie-t például az én korosztályom az első pillanattól kezdve tudja. Hogyne. És csak tudja. Persze, de a fiatalok is egyébként. És milyen vele például? Hát szenzációs. Tehát ott tényleg visszaröpülök egy picit az időbe. És rajta keresztül értettem meg azt, hogy milyen volt 30-40 évvel ezelőtt zenésznek lenni Magyarországon. Mert ők tényleg igazi zenészek voltak. Az életmódjuk, a hozzáállásuk, a zenei kvalitásuk, stb. Teljesen más volt, mint most. És most nem is akarom összehasonlítani az akkori generációt, a most nem lehet. Almakörte, nem, mint, semmi közük egymáshoz. Mint ahogy James gitárjátékát sem lehetett hosszú időn keresztül, sőt ma sem összehasonlítani senkivel. Senkivel, és ez a vicc az egész, hogy ugye többször zenéltünk vele Székesfehérváron, ketten duóba, és még be se értem a Petőfi moziba a fellépésnek a helyére, és már kívülről hallottam, hogy valaki gitározik, és egyből tudtam, hogy ő az. Tehát ezeket a dolgokat nem lehet megtanulni szerintem. Ugyanez vonatkozik a Komárra is, aki stílus teremtett, valljuk meg. Abszolút. Lehet őt kedvelni, nem kedvelni, de szinte egészen bizonyos vagyok benne, hogy amikor megszólal, vagy elkezd énekelni, akkor a fél ország tudja, hogy ez ő. Ez teljesen biztos, és egyébként nagyon-nagyon szerették az emberek, és mi is. Annak ellenére, hogy egyébként egy nagyon bohém ember volt, hogy imádta a közönség, és hogy mindig nagyon jó hangulatot teremtett maga körül, ez teljesen biztos. És ez persze vonatkozik Somló Tamásra is. Teljes mértékben. Aztán teljes mértékben. Sőt, képzeld el, hogy vele még a jogi vizsgáinkról is beszélgettünk, mert ő ugye elvégezte a jogi egyetemet. Igen. És ugyanazok tanítottak minket egy-két év különbséggel, és teljesen jól megértettük egymást ezekből. Szóval én nagyon egyrészt büszke vagyok rá, hogy ezekkel az emberekkel zenélhettem. Másrészt annak nagyon örülök, hogy annyira ember közeliek voltak, és annyira barátságosak, hogy 5 perc alatt szót lehetett velük érteni mindenben. Külön szót érdemel, Isten nyugosztalja, már nem lehet köztünk Balázs Fecó, de én azt hiszem, hogy ő is egy olyan csillag volt, aki most már fentről figyel bennünket. Sajnos, és igen. Az ő zenekarában ugye játszottál is. Játszottam is, meg gyakorlatilag én voltam ott a zenekarvezető, és hát mi az utolsó 2 évében kísértük őt. Szerintem ő volt a legnagyobb tehetség egyébként, összehasonlítva, szóval ő zongorázott is, énekelt is, dalszerző is volt, tehát minden egyben, és az utolsó 2 évében mi gyakorlatilag végigkísértük az a pályát, már apukaként szerettük őt tényleg, tehát egy annyira közvetlen viszony alakult ki köztünk, napi szinten beszéltünk telefonon, bármiről, nem csak a zenéről, hogy szóval arra tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok, mint ahogy a többiekre is természetesen. Igen. Születnek ilyenkor barátságok? Csak amelyek az. Örök időkre tartanak? Csak az. Tehát pont erre akartam kiukadni, hogy pont ezekkel az emberekkel köttettek nagyon-nagyon komoly barátságok, üzenetváltások, napi telefonálások, mert valószínűleg ők megérezhették bennünk azt, hogy mi nem akarunk igazából tőlük semmit, hanem mi csak úgy őszintén kíváncsiak vagyunk rájuk, kíváncsiak vagyunk a sztoriaikra, nem akarjuk őket megkörnyékezni, mi nekik dolgozunk, segítjük a munkákat, és innentől kezdve ez nagyon rövid idő alatt átalakult egy szoros barátsággá, igen.
És ha már szoros barátság, szintén volt lehetőségem beszélgetni a Verával és Gabival is arról, mármint a ti közös játékotokról. Ugye a Vera jött előbb. Ha úgy tetszik, a semmiből egy új másik világot kellett építenie maga köré, igen. És azért jól választott, hiszen fehérvári csapatot gyűjtött maga össze. Igen, ez érdekes együttállás egyébként. Igen. És hát egy varázslatos személyiség ő is. Szenzációs. Hát igazából az új hullám, úgymond, hogy bejöttek ezek a tehetségkutatók. Na ő, meg a testvére szerintem ketten, meg még talán két-három nevet tudnék mondani, de most nyilván nem akarok ebbe belemenni, azok, akik tényleg a minőséget képviselik, jelenítik meg. Tehát ő rájuk még biztos, hogy 20-30-40 év múlva is ugyanúgy emlékezni fognak, mert ők megjelenítik azt a fajta dizájnt, amit ez a 90-es évek vége, meg a 2000-es évek eleje behozott Magyarországra. Márpedig ők külön személyiségek, tehát teljesen külön személyiségek, teljesen másképp énekelnek, de én megkockáztatom, hogy világszínvonal mind a kettő. Tehát, hogyha ők nem ide születnek, akkor ma világsztárok. Ez igen, hát a Vera varázslat, igen, Gabi meg nemrégiben volt Fehérváron is. Volt Fehérváron, igen, zenéltünk is fele itt az Icsi Ligetben. Igen. No, viszont tehát az igényesség csúcsa, ugye a Charlie-t említed mindig, és a Balázs Fecót, viszont az igényesség csúcsán, ha valaki váltani szeretne, már pedig te elindultál egy másik úton, az... nagy kihívás. Igen. Tehát ha jazzrockról beszélek most. Igen, hát én ugye tanultam jazzt már korábban Szabó Dávidtól, Nagy Jánostól, tehát nagyon jó és komoly mestereim voltak, és elkezdtem aztán írogatni jazz kompozíciókat, és létrehoztam egy triót két nagyon-nagyon jó barátommal, akik egyébként szenzációsan jó zenészek, a Potesz Balázs dobossal és a Kovács Gergő basszusgitáros, természetesen mindketten fehérváriak, és egyébként együtt szoktunk velük mindenfélét csinálni, tudom én, videójátékokat játszani, meg étterembe járni, tehát ez a baráti társaság. És elkezdtem írni a saját kompozícióimat, és gyakorlatilag azon kaptuk magunkat, hogy ez működik. És sorba elkezdtük felvenni a számokat, és olyan, hát talán mondhatom azt, hogy olyan nézettségeket produkáltunk ezeken a videó megosztó helyeken. Tehát az első dalunknak a megtekintése az Kapesben 50 ezres volt, hogy azért ez reményem szerint azért felkeltette egy-két embernek a figyelmét, és hát valószínűleg ebbe torkolhatott ez a dolog most. Tehát ez megerősítést jelent abszolút. Igen. Mert ahogy olvasom, reménykedsz benne, hogy külföldön is elindulhat ez a trió karrier. Hát én nagyon örülnék neki, hogyha sikerülne. Azért is választottam ilyen angol, úgymond idézem angol művésznevet, ez a Vic Bursey trió. Ez gyakorlatilag az én nevemnek az ilyen angolos fordítása. És hát nyilván nekem az lenne a célom, hogy külföldre egy-két nívós fesztiválra kijuttatni ezt a triót. Meg hát elsősorban minél több jó videót megosztani az interneten, mert azért mégiscsak ma már az a legközvetlenebb találkozás a közönséggel. Ugye meglehetősen nehéz időszakot éltünk meg. Én azt mondom, hogy a koronavírus járvány elsősorban az előadó művészetet sújtotta mindenféle értelemben, és most a gazdasági válság nem különben. Egy kicsit a koronavírus járvány idején. Akkor azt mondják, hogy ilyenkor az alkotó ember leül és elkezd írni, mondjuk zenét veled, ez hogy? Ez így, ahogy felvezetted. Tehát nekem, jó, nyilván leszámítva minden kellemetlenséget, meg a sajnálatos következményeket, nekem ez az egy év szünet, ez nekem nagyon-nagyon jót tett. Egyébként megírtam két tankönyvet, megírtam gyakorlatilag 4-5 dalt a triómnak is, tehát volt időm egy kicsit kreatívnak lenni. És ez nagyon lényeges, mert egyébként nagyon sok embernek, aki egyébként nagyon kreatív és fogékony a művészetek iránt, meg mondjuk a tudományok iránt, stb. Szóval nincs idejük arra, hogy új dolgokat hozzanak létre, mert dolgoznak, csinálják. De ugye én is oktatok, zenélek, koncert, ezek nem lett volna időm erre. És hála jó Istennek, ez az egy év, amit a lakásomban eltöltöttem, az teljesen produktívnak sikerült. Úgyhogy én nagyon örülök neki, mondom még egyszer leszámítva a körülményeket, amik ezzel jártak. A családod miként szokta meg ezt a kettősséget?
Hát ők már hozzászoktak. Most nem a bulvár oldalát kérdezem. Ők már hozzászoktak. Hát nyilván a szüleim ők folyamatosan nyomon követik a dolgaimat. A feleségemet mindig viszem, Karolinát a koncertjeimre, néha már az egyetemre is velem jön. Tehát igazából ezek kéz a kézben, és én őszinte szóval én nem árultam zsákba macskát soha. Tehát róla mindenki tudta, hogy zenélek, hogy hétvégente elfoglalt vagyok. És én erről nem is szeretnék lemondani a jövőbe se. A trióról beszéltünk, hogy készültek az új dalok, illetve megmérettettetek, és igenis ez egy fajsúlyos történet. Viszont a többi zenésztársad, akikkel játszottál együtt, most hogy lesz? Marad így a felállás. Ugye a Potesz Balázs, ugye ő most a Gangsta Zoli nevű formációban dobol. Hát ő az ország egyik legjobb dobosa, akárcsak Kovács Gergő szintén a basszusgitárosok közül rendkívül kiemelkedő helyen van. És hát én igazából én velük képzelem el a folytatást. És a Vera, Tóth Gabi? Az is van folyamatosan. Minden? Tehát a Vera és a Gabi projekt az inkább a koncertezésben fog majd úgymond kiteljesedni, tehát velük van nagyon sok fellépés. A triómmal meg inkább az internetre dolgozunk. Meg lemezt akarunk csinálni. Például most nagyon szeretnék majd egy bakelitet megjelentetni. Mert most azt hallottam, hogy egyre többen a bakelit, tehát hallgatják a CD-lemez helyett, mert sokkal jobban szól a hang, jobb hangminőség, és most még meg szeretnék írni néhány dalt, fölveszük a stúdióba, és utána megy föl egy bakelitre az összes. Érdeklődéssel várom. Mit kívánjunk? Hát szerintem... Az egyetemre? Jobb vizsgákat, több tanulást a diákoknak, és ami nagyon szerintem egészséget kívánjuk, ez a legfontosabb. A zenei pályafutásod pedig úgyis ível, határa csillagos ott fent. Na jó, hát akkor majd figyeljük és várjuk azt a lehetőséget, hogy újra itt Fehérváron is hallhassunk, láthassunk, addig pedig ajánlom kedves nézőink mindnyájuknak, hogyha a lehetőségük nyílik, akkor hallgassanak bele egy olyan formációban, ahol Vérces Viktor a billentyűs. Köszönöm szépen. Viktor, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, további szép napot és jó munkát neked. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Vérces Viktor volt, mégpedig azért, hogy mert a Jazz Ma közönségszavazásán ő lett az év zongoristája. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.